Sziasztok, kedves kém! Üdvözöllek titeket ebben az új Csináld Magad Ötletek videóban. Láthatjátok, hogy sokféle ragacsot hoztam el ma nektek. A Játsz Velem Gyerekjátékok csatorna stúdiójában voltam az imént, és kölcsönvettem némi ragacsot onnan. Ma ismét stresszlabdát fogok készíteni, egy kicsit csillámos, egy kicsit galaxis hatású lesz. Van itt egy lufi, ebbe kerülnek majd bele a ragacsok és a különböző csillogó dolgok. Ennek itt Galaxy Gemstone, azaz galaxis drága kő a neve. Látjátok, hogy milyen szép ragyogó? Aztán van itt egy csillogó egyszarvúm. Azt még nem tudom, hogy az egyszarvú is bele fog-e kerülni a stresszlabdába. Hú, ez eléggé megszilárdult. Kiveszem. Így már jobb. Felvette a tárolóedény alakját. Ezeknek a ragacsoknak különböző állaguk van, ez teszi olyan érdekessé és különlegessé ezt a stresszlabdát. Szó szerint ki kell fejtenem innen ezt az egyszarvút. Azt hiszem, hogy inkább nem teszem bele az egyszarvút a stresszlabdába, de ez is itt nagyon szép, olyasmi, mint a jég, és szépen csillog is. Visszanyomkodom most még egyenlőre ide. Aztán van itt egy olyan is, amelyik világít a sötétben. Nagyon kemény, és csak nagyobb erőkifejtéssel lehet széttépni. Ez itt viszont kifejezetten folyékonyabb állagú. Éppenséggel nem folyik ki, de látjátok, hogy ide-oda mozog. És ebben is van egy állatka. Nézzük csak, vajon kiesik belőle? Majdnem. Már most az egész kijött belőle. Van benne itt egy polip, ezt is kiveszem innen, ő sem kerül bele a stresszlabdába. Ezt is visszateszem a tégelybe. Nos, láthatjátok az állagok közötti különbségeket. Az egyik visszalocsan a tégelybe, másikat pedig vissza kell tömködni. Aztán van itt még ez. Csillogó ragacs. Ez is eléggé folyékony állagú. Látjátok, hogy ki is folyt az egész a képből. Itt van tehát fényes, szép, nagyon menő cucc. Nos, és ez itt most mind egyetlen egy stresszlabdába fog belekerülni. Meglátjuk, hogy mennyire lesz majd nagy. Wow, ez nagyon nyálkás. Szinte nedves, ragacsos lesz tőle az ujjam. Oké. Ő kerül bele elsőként az üvegbe. Ismét egy ilyen üveggel dolgozok, majd ráhúzom a lufit, így majd minden egyszerűen átcsúsztatható a lufiba. Ez egy nagyon egyszerű trükkje a stresszlabdák készítésének, tényleg nagyon jól működik. Most jön a második adag ragacs, csak megmostam a kezemet. Ez már nem ragad annyira a kezemhez. Oké, benne van ez is. Kétféle ragacs volt eddig. Itt jön a következő. Ezt megpróbálom egy kicsit vékonyabbra nyomkodni, hogy bele tudjam tenni az üvegbe. Benne van ez is. És jött a galaxis hatású ragacs. Azt hiszem, hogy ezt még fel sem bontottam. Ezt most darabokra tépkedem. És természetesen itt van még az egyszarvú ragacsa is. Ez nem annyira kemény, de nem is folyékony. Olyan ragacsos, csúszós. Ez is megy bele. Oké. Most körülbelül félig van az üvegem. A következő lépés az lesz, hogy a stresszlabdát, azaz a lufit, amelyből a stresszlabda lesz, felfújom, majd ráhúzom a lufit az üveg szájára. Így, és most megfordítom az üveget, és belenyomkodom az üveg tartalmát a lufiba.
leesett az üveg. Ennyi az, ami nem ment bele. Megpróbálom most belenyomkodni. Csak először kiengedem belőle az összes levegőt. Megpróbáltam még egyszer belenyomkodni ezt itt, de sajnos nem sikerült, mert minden felkúszik a lufi szájába, ha egy kis helyet akarok neki csinálni itt felül. Rögtön folynának ki a lufiból a ragacsok. Tehát ez a két kis darab kimarad most, de lehet vele gyurmászni. Most bekötöm a lufi száját, néhol van még benne buborék, de több levegőt már sajnos nem tudok belőle kipréselni. Igen, itt van tehát a görcs, és kész is a stresszlabda. Nagyon izgalmas ez az állag, mert keményebb és folyékonyabb ragacsok keverednek a labdában. Ez a szép csillám még nem keveredett el, de szerintem lehet, hogy nem is fog. Nagyon-nagyon érdekes. Jól lehet így gyömöszölni. Szép nagy, és nagyon érdekesen néz ki. Tehát nagyon menő. Jó ötlet lehet elkészíteni, a sok ragacs maradványotok van otthon. Bízom benne, hogy tetszett nektek a videó, és élveztétek. Ha így van, akkor kattintsatok a tetszik gombra, annak nagyon örülnék, illetve iratkozzatok fel a csatornára. Ha kérdésetek, kérésetek van, nyugodtan írjatok hozzászólást. Örülök, hogy itt voltatok, hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok!